Az Országos Mentőszolgálat 70 éve működik, jelenleg 254 állomáson dolgoznak munkatársai. Egy időben 780 egység teljesít szolgálatot, ez 8000 mentőst jelent. Ilyen kapacitás mellett folyamatosnak kell lennie a fejlesztésnek is. Az elmúlt években nagyokat léptünk előre, egyrészt megújult a mentőautópark, idén is 117 új autót tudtunk beszerezni. Ezek az autók folyamatosan állnak szolgálatba. Ha megérkeznek, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából már újakra cseréltük az összes futókocsinkat, és az átlag életkora az autóknak valahova 6 év körülre kerül, ami nemzetközi összehasonlításban is már egy jó értéknek számít. Makóra is érkezett az említett mentőautókból. Börcsök László, a makói állomás vezetője stábunknak elmondta, milyen pluszt jelent ez a mindennapokban. Ez minden olyan felszereléssel rendelkezik, ami a sérültek, betegeknek az ellátása során az állapotuk stabilizálásához szükséges, és nyugodtan elmondhatom, hogy ami a kórházban, intenzív osztályon, sürgősségi osztályon az első fél órában lezajlan a beteggel, azt kint mi a helyszínen meg tudjuk csinálni. Nagyon korszerű mentőgépkocsik, légkondicionáltak, állófűtéssel rendelkeznek, a rugózatuk is megfelelő ahhoz, hogy betegeket, sérülteket szállítsunk. Tehát bátran merem mondani, hogy Európa vagy világszínvonalú a mentőkocsi állományunk most már. Kiemelte, a kormány 1,9 milliárd forintot különített el eszközbeszerzésre, így az autók teljesen új berendezésekkel lettek felszerelve, illetve új egyenruhákat is vásároltak. A kormány további tervei között szerepel, hogy több mentőállomást is felújítanak, valamint újakat is fognak építeni.